Mi a tendő, csak Rozinától félek, a kis huncut végén rájuk ismer, s a tervem könnyen megjusítja, hát lássuk. Szükség esetére van egy roppant hasznos eszköz, egy néhántal lér ilyenkor jó hatást tesz egy szobalánynál, de hogy biztosra menjünk, tanácsos lesz őt beavatni, ravaszul a terve. Ez a gondolat pompás, ez itt az ő szobája, Rozinetta. Rozinetta, kis beszédem van veled. Nekem ennél semmi dolgom. Én jót akarok néked. Mi jó Isten, egy ilyen vénkecskétől ne mondanám el. Beszélj halkan és ide néz. Nekem adjon. Neked, ha szófogadó lész. Miről van szó? Velem lehet okosan beszélni. Éd a tallér, hogyha titoktartást fogadsz. Ez egész meglesz. Ne tedd, figyelj jól. Tudod, ugyebár, hogy a hölgyek mátkái harctére mentek? Tudom. Hallottad, mennyit jajgattak, látod, mennyit könnyeztek értük? Kavak minden. Na jó, hogy te egy kicsinek vigasztald őket, és úgy szólván orvosságképpen arra találnál módot, hogy két csinos ifjú számára megpuhítsad a szívüket finoman szép szerével, de hiszen értesz, ezzel könnyen keresheti rúzta a lértosát, erről van szó. Nem is rossz üzlet, még magának is megjárja. Csak hogy fogunk hozzá, azt kell még tudnom, hogy szépek a pillanatok, el vannak látva minden jóval, amit egy kokos nő kívánhat, bemutassam őket. Már itt is vannak. És jönnek, ha kíváncsi vagy rájuk. Nem